Az elmúlt napokban sem unatkoztak Tolna vármegye egyenruhásai. Néhány napja az esti órákban egy férfi ment autóval Szekszárdon a Béri Balog Ádám utcában, ahol figyelmetlensége miatt neki ütközött az előtte forgalmi okokból lassító kocsinak. A baleset során az utolért jármű utasa könnyebben megsérült. A másik könnyű sérüléses baleset Tamásiban történt szilveszter délelőttjén 9 óra körül időben, amikor is egy autós a Szarkahegy utcában tolatásba kezdett, és figyelmetlensége miatt nem észlelte, hogy mögötte egy idős asszony gyalogol, így a nőtő elütötte. A helyi asszony az elsődleges információk szerint könnyebben megsérült. Szekszárdon egy fiatal férfi túl gyorsan hajtott, elvesztette az uralmát a kocsi felett, ennek következtében pedig belehajtott az egyik busz megállóba. Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfi ittasan ült a volán mögé, illetve a vezetéstől a hatóságok korábban már eltiltották. Őt további mintavételre előállították, és ellene büntető eljárás indult. Ezen kívül az anyagi káros balesetek között szerepelt vadelütés, voltak utoléréses balesetek, parkolói koccanások, illetve egy esetben egy kutya szaladt ki a közlekedő jármű elé, aki már az ütközést a sofőr elkerülni nem tudta. Dombóváron pedig egy autós telefonfülkének ütközött. A sofőr elmondása szerint egy ráfutásos balesetet próbált meg elkerülni, ezért tért le az útról. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy a közlekedési szabályokat tartsák be, a sebességüket mindig az útalátási és az időjárási viszonyoknak megfelelően válasszák meg. Legyenek türelmesek egymással szemben, hogy mindenki épségben hazaérjen.